Hát igen, amint látjátok, ismét egy vámpír edzés fog következni. Késő este, éjfél után van, lehetséges, hogy ez már valakinek korán reggel, kinek mi. És a pupillák tágításában, valamint a baggyosodásban az edzés előtti lesz a segítségemre. Ne is pazaroljuk az időt, teleportáljunk a terembe. Prelins on 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 prelins. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got prelins on prelins on prelins on prelins on prelins on prelins. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line about nothing? Why won't you go get you a dollar or something? Don't hang with a nigga who lying for nothing. I see that we different, you riding, I dub them. I don't do discussions on bragging about hundreds. Don't go to your places, I know that they sunken. Don't call me your brother, I barely could trust it. I talk to a shorty, she bagging the bugging. And I'ma need all of my dollars on corporate, so hand me the money, I divvy the pie. I'ma give all of my people a portion to build them a fortune. I'm flipping the ride, I can't be mixy when iffy the vibe. And 40 on 50 is really the... Első gyakorlatként egykezesekkel való fekvenyomás ferdapadon. Ezt mindig úgy szoktam kezdeni, hogy végzek 3-4 bemelegítő sorozatot piramis rendszerben, az azt jelenti, hogy olyan 16 és 20 ismétlés között kezdek. Általában szoktam nyomni egy pár fekvőtámaszt, mondjuk 2x20-at, aztán mondjuk 20 kilóval bemelegítek, ebből egy olyan 16-20 ismétlést csinálok, aztán megyek föl szépen mondjuk olyan 25-27 és fél, ezzel körülbelül olyan 10 és 14 ismétlés között, aztán 32,5 kg-mal csinálok körülbelül 10 ismétlést, aztán eldöntöm, hogy aznap körülbelül olyan 35-40-42,5 kg a munkasorozat. Munkasorozatokból általában 4-5-öt szoktam csinálni. Ennél az a kitétel, hogy 8 ismétlést végre kell hajtanom, tehát tudjátok, hogyha néztétek az eddigi videóimat, hogy nálam inkább a technika, ismétlésszám és a volumen játszik főszerepet, nem az intenzitás. Egyrészt az izületek miatt, tehát a sérülés elkerülése véget, másfelől sokkal jobban tudok koncentrálni a technikára, és inkább bukásig megyek a gyakorlatokban, tehát így igyekszem visszahozni azt a hátrányt, amit az intenzitásnál veszítek. Sokszor kapom meg tőletek azt a kérdést, hogy mit érdemes csinálni, milyen gyakorlattal érdemes fejleszteni a mellnek ezt a felső részét, és hát véleményem szerint, hogyha megfelelő intenzitással végeztek akármilyen nyomó gyakorlatot, és igyekeztek a pozitív szakaszt explozívan, robbanékonyan elvégezni, akkor az agy automatikusan sokkal több izomrostot kapcsol be, és ezáltal gyakorlatilag a mellnek az egészét lehet edzeni. Őszintén bevallom, hogy én úgy vélem, hogy az én mellizmomat nem a fekvenyomások és nem a nyomások építették a legjobban, hanem a tárogatások, azon belül is a kábeles tárogatás. Ezt is sokszor szoktam megkapni kérdésként, hogy mi a hiba? Nagy súllyal dolgozom, végzek 6 gyakorlatot merre, kétszer edzem egy héten, nem fejlődik. Általában pont ez a hiba, hogy 6000 gyakorlatot végeznek az emberek, és inkább a gyakorlat, inkább a súly, ami prioritást élvez a technika előtt. Ez az elsődleges hiba. Én mindig azt mondom, hogy jobb egyetlen egy gyakorlatot végezni, nem 6 millió gyakorlatot, nem kell 6000 gyakorlatot végezni. Ha egy gyakorlatot megfelelően tudtok végezni, megfelelő technikával és megfelelő volumenben végzitek el, tehát azt jelenti, hogy nem feltétlenül kell 3-4 gyakorlatot végezni 4-5-6 sorozatban, végezhettek egyetlen egy gyakorlatot 10-15 sorozatban, és ugyanúgy fejlődni fogtok, sőt, lehet, hogy jobban fogtok fejlődni, hogyha azt az adott gyakorlatot megtanultátok, berögzült, és egyszerűen természetesen megy a mozdulat. A mell edzésénél azt szoktam hibának látni, hogy nem húzzák hátra és le a vállat. Alapból a váll pozíciója az, ami kulcsfontosságú, mind a mell edzésnél, mind pedig a hátedzésnél. Hátedzésnél is ez szokott a probléma lenni, hogy nem húzzák az emberek hátra és le a vállukat. Ha hátra húzzátok a vállatokat, annál távolabb esik az eredési pont, a tapadási ponttól, annál jobban megnyúlik az izom, és egyrészt az izületnek, tehát a vállizületnek sokkal biztonságosabb a pozíciója, másfelől sokkal jobban rá tudtok koncentrálni a mellizomra. Amit fekvenyomásnál hibának szoktam látni, kinyomják a súlyt, és utána még rátolnak vállal. Itt az előső delta dolgozik, leginkább nem a mell, és a vállizület kicsúszik biztonságos pozícióból. Tárogatásnál úgy szintén ez szokott a hiba lenni, túl nagy súly, és ahelyett, hogy a vállat szépen hátrahúznánk, és itt tartanánk, és a mellizomból tárogatnánk,
Ehelyett mi történik? Beesik a mellkas, előre jön a váll, és szépen elülső deltából tárogatnak. Talán ez már unalmas, mert szerintem már egy párszor elmondtam a videóimban, de tényleg a váll pozíció és a technika a leges-leges legfontosabb, és úgy vélem, hogy nekem ez segítette a mellizmaim fejlődését. Ez volt az a plusz, és ez az az úgynevezett titok, amit sokan nem vesznek komolyan, és ami fölött sokan elsiklanak. Az utóbbi egy-két hónapban visszatértem a jó öreg, régi, kezdetekbeli edzéspolitikámhoz, ami azt jelenti, hogy inkább a volumenre fektetek nagyobb hangsúlyt az intenzitás helyett. Ez azt jelenti, hogy inkább végzek több ismétlést, és összességében nagyobb volument edzésenként, és igyekszem egy kicsikét pörgősen tartani, ez azt jelenti, hogy egy percnél nem pihenek többet. Úgy érzem, hogy ez jelent számomra kihívást. Az a tapasztalatom, hogy az utóbbi egy évben az intenzitásra fektettem nagyobb hangsúlyt, végeztem 3x3-as rendszerben gyakorlatokat, főként alapgyakorlatokat, 3x5-ös, 5x5-ös, 3x6-os, és azt vettem észre, hogy az izom ugyanúgy fejlődik, viszont egyes gyakorlatoknál, főként az ilyen 3x3-as ismétléseknél, amikor már az intenzitás az meglehetősen nagy, már éreztem az izületeimet. Tehát nem konkrétan fájdalom, de éreztem, hogyha ezen a pályán haladok tovább, akkor valószínűleg tönkre fogom vágni az izületeimet, úgyhogy inkább visszatértem a régi jó módszerhez, ami nekem bevált, és inkább végzek több ismétlést, összességében nagyobb volument. Alapvetően az intenzitás, volumen és frekvencia fogja meghatározni a fejlődésünket, viszont én sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a volumenre, ugyanis, hogyha belegondolunk, akkor az intenzitás maga az nem fog izomnövekedést okozni. Tehát, hogyha nem végzünk megfelelő volumenű edzéseket, akkor önmaga az intenzitás az nem elég. Tehát hiába csinálunk fekvenyomást mondjuk 100 kg-mal, csinálunk 3x3 ismétlést, ami azt jelenti, hogy ez összesen 900 kg volumen. Hogyha mondjuk kicsikét visszaveszünk a súlyból, mondjuk 70 vagy 80 kg-mal végzünk, de több sorozatot, több ismétléssel, akkor volumenben sokkal többet végzünk el, és ezáltal az izomépítés szempontjából ez előnyösebb. Ezt kutatások is bizonyítják, hogyha ugyanolyan mennyiségű volument végzünk el, viszont az intenzitása az edzéseinknek különbözik, ugyanazt az izomtömeget fel tudjuk építeni. Lehetséges, hogy az erőszintünk, sőt több mint valószínű, hogy az erőszintünk egy kicsikét más lesz, ugyanis, hogyha nagyobb intenzitású edzéseket végzünk, akkor az idegrendszerünk és a testünk automatikusan hozzászokik a terheléshez, de viszont jön az a pont, ahol már az izületeinket veszélyeztetjük ezáltal. Tehát ezt mindenkinek saját magának kell eldönteni, és ez is egy olyan dolog, hogy nekem ez vált be a legjobban, és pont ezért fogom ezt folytatni a jövőben. A tudomány segít nekünk meg annyi kutatással, amikre építhetünk, és amiket támpontként használhatunk, de az az igazság, hogy edzésben és étkezésben is van egy csomó szürke zóna. Tehát lehetséges, hogy nekem ez működik a legjobban, lehetséges, hogy nektek más működik a legjobban. Próbáljatok ki sok mindent, tartsátok meg azt, ami működik, és dobjátok ki a szemétbe azt, ami nem. Hogyha megnézzünk egy Mr. Olympia top 10-et, ott is azt vehetjük észre, hogy gyakorlatilag 10 különböző edzés technikával értékel azt az eredményt, hasonló, közel hasonló eredményt, és 10 különféle hozzáállással a diétában. Tehát nincsen egy olyan út, ami mindenkinek jó, mindenkinek ki kell kísérleteznie saját magának az, hogy mi működik. És a tökéletes diétáról, meg a tökéletes edzéstervről jut eszembe az, hogy általában az emberek túl nagy hangsúlyt fektetnek ebbe a tökéletesség hajhászásba. Egyszerűen el kell kezdeni az edzést, el kell kezdeni a táplálkozást azzal a tudással, azzal az információval, amivel rendelkeztek, és egyszerűen csinálni, egyszerűen folyamatosan beletenni a melót, csinálni, folyamatosan csiszolni a gyakorlatokon, folyamatosan csiszolni a diétán, kérdezősködni olyanoktól, akik esetleg jobban tudnak valamit, vagy jártasabbak ezekben a témakörökben, és napról napra fejlődni. Sokkal jobb valamit tökéletlenül csinálni, de folyamatosan csinálni, mint tökéletességet hajhászni, és egyszerűen nem belekezdeni, vagy nem folytatni bizonyos dolgokat, és ezáltal nem eredményeket elérni. Mindig a meló fog számítani, mindig az, hogy munkát, folyamatosan munkát tegyünk valamibe. Mennyiség nélkül nincsen minőség. Tehát sokkal jobb egy tökéletlen munkát folytatni, és csiszolni, mert hogyha valamit elvégzünk,
akkor látjuk utána a hibákat. És akkor ezeken a hibákon tudunk változtatni, folyamatosan csiszolni a technikánkat, folyamatosan csiszolni a diétánkat, mint egy gyémántot. Viszont, hogyha a kezdetektől mindent görcsösen, tökéletesen akarunk csinálni, akkor könnyen elmehet a kedvünk, és egyszerűen úgy vagyunk vele, hogy hát nem tudok annyit mondjuk a táplálékkiegészítőkről, vagy nem tudok annyit a diétáról, vagy az edzésről, vagy ez a gyakorlat, meg az a gyakorlat nem megy, és akkor inkább nem is csinálom. De ez gyakorlatilag az élet minden területére igaz. Annyiszor látom az ismerőseim között, hogy görcsösen ragaszkodnak a tökéletességre, és egyszerűen nem jön az a pont, amikor letesznek valamit az asztalra, leteszik a kész munkát, mert tökéletesen akarják végrehajtani azt, amit éppen a fejükbe vesznek, és soha nem lesz vége, soha nem lesz kész termék abból, amit elkezdtek. Sokkal jobb az, hogyha kitűzitek célnak, hogy oké, akkor erre és erre a határidőre elvégzem azt a munkát, lehetséges, hogy nem tökéletes, de készen van. És gyakorlatilag onnantól már tudtok rávetni egy pillantást, hogy oké, ez nem jó, az nem jó, de a következő munkánál, a következő projektnél, vagy mondjuk, hogyha festetek, akkor a következő képnél, vagy hogyha zenéltek, akkor a következő darabnál, vagy a következő műnél már sokkal jobban tudjátok elvégezni az adott feladatot. Tehát folyamatosan ismétlés, 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 és ez vezet a minőséghez. Gyakorlatilag csak így működik. Mennyiség, és utána jön a minőség. A kész az minden esetben jobb, mint a tökéletes, de befejezetlen munka. Ugyanis, hogyha mondjuk van egy megrendelésetek, egy ügyféltől, vagy egy projekten dolgoztok, és hogyha kész, és odaadjátok az ügyfélnek, akkor lehetséges, hogy az ügyfél azt fogja mondani, hogy teljesen elégedett vele. Az, hogy ti elégedettek vagytok vele, vagy nem, az a ti személyes véleményetek, de hogyha az ügyfél azt mondja, hogy nem elégedett, akkor még mindig tudtok változtatni, és látjátok azt, hogy mi a hiba. Viszont, hogyha folyamatosan a tökéletességet hajhászátok, és határidőre nem tesztek le valamit az asztalra, ez akár saját magatoknak, vagy egy ügyfélnek, akkor nem kaptok fizetést. Illetve, hogyha saját magatokról van szó, akkor nem kaptok visszajelzést abból, hogy ez most jó, vagy nem, ugyanis nincs egy kész terméketek, amiről el tudnátok dönteni, hogy ez most miben szenved hiányt, vagy min lehetne még változtatni. Ez az, amit soha nem fogok megérteni, hogy miért hagyják szanaszét az emberek a súlyt, vagy hogy ez például, ez mi ez itt? Tehát ez nem tudom elképzelni, hogy vajon mit csinálhatott az ember ezekkel itt. És nem értem soha, hogyha valaki elég erős ahhoz, hogy súlyokat emeljen, akkor miért nem elég erős ahhoz, hogy visszarakja a helyére a súlyokat. Véleményem szerint ez tök nagy tiszteletlenség a többiekre nézve, ugyanis én is tudom magamról, hogyha a 20-as súlyzót keresem, akkor tudom pontosan, hogy hol találom meg. Elméletileg, gyakorlatilag nem. És hogyha valaki jön utánam, és ugyanúgy a 20-as súlyzókkal akar dolgozni, akkor ő is tudja, hogy hol van. És nem kell fél óráig keresgélni a súlyokat, meg nem kell 6000 kilométert vándorolni velük. A múltkor beszélgettem erről az itteni edzővel, az egyik edzővel, aki éjszaka rendet szokott itt rakni, általában olyan este 11 és éjfél környékén, és itt körülbelül 7 tonnányi súly van. Ha nem is mindegyiket kell a helyére rakni, de általában egy 5 tonnányit biztosan. És hogyha belegondoltok, ez egy edzéssel felér. A következő gyakorlat előső deltára előreemelés, fekvő verzióban. Ez azért jó, mert nem tudunk lendíteni a testünkkel, teljes egészében rá tudunk koncentrálni az előső deltára. Ezt végezhetjük egyenes rúddal, vagy francia rúddal. Az a lényege, hogyha alsófogást alkalmazunk, ami azt jelenti, hogy így fogjuk meg a rudat, akkor érdemes egy kicsikét behajlítani a könyököt. Hogyha valaki ezáltal túl sok bicepszet használ, akkor érdemes felsőfogással végezni. Én azért végzem alsófogással, mert így meg tudom csavarni a felkaromat, és így ezáltal úgy érzem, hogy sokkal jobban rá tudok koncentrálni az előső deltára. Nagyon jó gyakorlat, érdemes 10-14 ismétléssel végezni, koncentráltan, lassan, és ha megnézitek a gyakorlatomat, akkor én nem emelem be egészen a fejemig, vagy addig, ameddig gyakorlatilag 90 fokot zár be a karom a talajjal, ugyanis ekkor már nem igazán dolgozik az előső delta, igyekszem egy kicsikét, egy olyan 10-15 fokkal a mozdulat vége előtt megállítani, hogy még mindig feszüljön az előső delta, és onnan engedem le a lábamra a súlyt. És még így az edzés végére egy bicepszet is beiktatok, ami az eredeti tervben is benne volt, viszont annyira elszaladt az idő, meg annyira sokat beszéltem, hogy igyekszem ezt egy kicsikét intenzívebben végezni, egy kicsikét pörgősebben, ami azt jelenti, hogy a két gyakorlat helyett egy gyakorlatot fogok végezni, kettő bemelegítő sorozattal, aztán pedig
5 sorozattal, 6-8 ismétléssel fogok végezni egy nehezebb, súlyos sorozatot, és aztán pihenő idő nélkül váltok kisebb súlyra, és azzal elmegyek bukásig. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems that solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Why you be all in my line? About nothing, why won't you go get you a dollar?